Jön a 21. nemzetközi Talicska olimpia. Igen, ilyen is van a hétvégén, lesz még hozzá hosszú hetényben. De hogy mit kell tudni erről, az eseményről, versenyről, már is elmondja nekünk Szilágyi Jelnő. Szervusz, jó reggelt kívánok! Szerbusz, köszöntöm a napindító nézőit. Hogyha valaki igazán egy különleges eseményre vágyik a hétvégén, annak feltétlenül kell, hogy jöjjön hosszú héténybe. Itt van mellettem a település polgármestere Csörnyei László, akitől további részleteket tudunk meg erről a rendezvényről. Kezdjük az elején, hogyan indult ez a Talicska Olimpia? 2001-ben volt az első rendezvényünk, ami a Kárpát-medencei hetény elnevezési településeknek egy ifjúsági találkozója volt, és annak keretén belül rendeztük meg első alkalommal azután pedig még húszszor, hogyan fejlődött ez azzá, hogy most már valóban egy nagyon nagy népünnepé? Így van, ez a 21. Talicska olimpiánk lesz, lényegében minden évben próbáltuk különböző versenyszámokkal bővíteni, illetőleg most már elmondható, hogy nemzetközi is, hiszen egyre több környező országból érkező csapatok is részt vesznek. Milyen versenyszámok vannak? Hát vannak egyéni és csapatszámok, ezek a talicskával történő különböző ügyességi gyakorlatokat jelenti. Gondolom egyelő pályák egyelőességek, az a talicska az mindegyforma. A talicska az mindegyforma, így van, és a csapatoknak az erő lététől függ, hogy milyen módon tudják teljesíteni a feladatokat. Úgy ö, zajlik, hogy pénteken van egy bevezető rendezvény, ez egy úgynevezett jam talicska, itt inkább ilyen zenei ö, rendezvényekről beszélhetünk, és a szombati nap maga a versenyszám. Volt korábban olyan is, hogy például 24 órán keresztül toltak egy talicskát itt a településen belül, idén is lesz valamilyen különlegeség? Igen, volt ilyen, most idén csak a versenyszámokra koncentrálunk. Akinek most felkeltettük a figyelmét, az természetesen itt a környéken más látnivalókat is találhat, tehát nem csak a Talicska olimpiára jöhet, hanem itt egy csomó turisztikai látványosságban is van, a párat. Valóban a településünkön egy tájház, üvegmúzeum, illetőleg rengeteg gasztronómiai élmény található. Erről a gasztronómiai érméről még annyit, hogy a településen kettő olyan vendéglő is van, amelyik Michelin csillagos, illetve Michelin csillag várományos, úgyhogy a családok akár egy-két-három napot is eltöthetnek itt, természetesen közte a Talicska olimpiával. Jenő, köszönjük szépen!